Számolok. Egy, kettő, három. Bogi, Anna, térdetünk a fegedet. Bizony. De rég egy fűrésztelepen történt munkahelyi balesetet szimulálnak a diákok. Ez is az első segélynyújtó verseny része. A Vöröskereszt egy időben két vármegyei vetélkedőt szervezett Máté Szalkán. Az életmentés mellett a csecsemő és kisdet gondozási ismereteikről is számot adtak a fiatalok. 18 csapat indul a elsősegélynyújtó versenyen. Itt ugye 5 fős csapatok vannak, és ők 9 állomáson fognak számot adni az elméleti és a gyakorlati tudásukról. A csecsemő és kisdetgondozó versenyen 7 csapat indul, és ott pedig 3 fős csapatok vannak. Ott 7 állomáson fognak számot adni a tudásukról, és nem csak gyakorlati, ugyanúgy az elsősegélynyújtó, mint a csecsemő kisgondozó versenynél is, nem csak ugye ilyen gyakorlati ismereteket kell, egy éles helyzetet szimulálva, hanem van mind a két vagy verseny vonatkozásában vöröskeresztes totó, illetve elsősegélynyújtó ismeretekről totó az elsősegélynyújtó csapatoknál, illetve a csecsemő kis és kisned gondozó csapatoknál pedig ebben a témában egy totó. Jó, addig kezdjük el a fűrésztést is. Az elsősegélynyújtásban 3 korcsoportban hirdették meg a versenyt. Az általános és középiskolások mellett itt felnőttek is indulhatnak. A csecsemő és kisdetgondozásban a gyermek és az ifjúsági korcsoport résztvevői versenyeznek. Az elméleti és gyakorlati ismeretek mellett magabiztosságot is ad a fiataloknak az itt megszerzett tudás, de a vetélkedők nem titkolt célja a pályaorientáció is. A felkészülést már hónapokkal az erőpróba előtt megkezdik a diákok. Minden héten a tanárnővel összeültünk, és ilyen játékos módszerekkel, de igazából mindent nagyon komolyan vettünk. Az iskolában voltak ilyen korszerűen felszerelt berendezések, mentős csapatok segítettek minket a felkészülésben, és garantálta ezt az életben való felkészülést is. A korcsoportok győztesei az országos versenyen képviselik majd a vármegyét. A csecsemő és kisdetgondozás legjobbjai Nyíregyházán, az elsősegélynyújtásban jeleskedők pedig Szolnokon mérhetik össze tudásukat a többi régió nyerteseivel nyár elején.